megújul az évúton a vízvezeték hálózat. Mozgalmasan telt a hétvége. Az ősz beköszöntével megváltoznak az útviszonyok. Ózdi Krónika. A stúdióban Bukovinszky Zsolt. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Korszerűsítik az ivóvíz gerinc és bekötő vezeték hálózatot az évúton. A csövek nem megfelelő állapota indokolta a cserét. Az ERV ZRT szakemberei már hozzáláttak a munkálatokhoz. A tervek szerint a felújítás október végén befejeződik. A lakók örömmel fogadták az újítást. Idéglenesen kihelyezett vízvezeték csövek fekszenek az ivóúton, már megkezdődtek az előkészületek. Ugyanis hamarosan megújul az ivóvízgerinc és bekötő vezeték hálózat ezen a szakaszon. A biztonságos vízellátás érdekében szükségessé vált az elavult, előregedett csövek cseréje. E-mailben megkerestük az ERV ZRT képviselőjét, akitől egy rövid tájékoztatót kaptunk a munkálatokkal kapcsolatban. Az ivóvízgerinc és bekötő vezetékek rekonstrukciója szeptember elején kezdődött meg, és várhatóan október végén fog befejeződni. Az érintett területen a járda lezárásra kerül, és a gyalogos forgalom az út túloldalán található járdára lesz átterelve. A munkaterületen időszakos forgalomkorlátozás is várható. Az ERV ZRT megbízottja azt is leírta, hogy az ellátásbiztonság megfelelő fenntartása érdekében a cég a közművek folyamatos felújítására, műszaki színvonalának javítására törekszik. A lakók közül már a múlt héten sokan felfigyeltek a szorgoskodó szakemberekre. Láttam a teraszról, hogy húzzák a csövet, és hát örülök neki, mert ez, ha el van öregedve, ennek szükségszerű, hogy ennek így kell lenni. Amúgy, mikor szépül és épül, vagy valami újdonság van, ez mind jó hozzá. A munkavégzés időtartam alatt az ivóvízellátást folyamatosan biztosítják az idéglenesen kiépített provizor vezetékkel. Így senki nem marad majd víz nélkül. Folyamatosan dolgoznak az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai a város számos pontján. Több helyszínen kátyúznak és aszfaltoznak. Az Alai úton szakaszosan kijavították a járdát, az újvárostéri játszótéren felújították és lefestették a mászó felületeket. Az ősz beköszöntével legfőképpen a vízelvezetési problémák megoldásán dolgoznak a szakemberek. A csapadékos időjárás miatt rendkívül fontos az árkok javítása, vagy éppen azok kialakítása. Ma délelőtt karácsonyfatartó csövet telepítettek a városházához, illetve az újvárostérre. Hát jelenleg a kátyúzás előkészítését végezzük Somsáján, illetve Csépányon, ott időtől függően holnap vagy holnap után fogunk aszfaltozni. Ilyen karácsonyfa tartó csöveket építünk be itt a PH-nál. A téli időszakra folyik medertisztítás az Uráj, Dobó, illetve a Nagyvölgyi patakokban. Hát ilyen kisebb munkák folynak most. Száznál is több helyre riasztották a tűzoltókat és a rendőrséget a hétvégén. A helyi lánglovagokat főként száraz fűtüzekhez, műszaki mentéshez és közúti balesethez hívták, míg a rendőrség munkatársai bolti lopásoknál, általános igazoltatásnál és online csalás ügyében intézkedtek. A káresetek során személyi sérülés egy esetben sem történt. Ismét mozgalmasan telt a hétvége városunkban. Bár még mindig érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom, mégis számos vegetáció tűzhöz hívták ki a helyi lánglovagokat. Az Ózdi Tűzoltó Parancsnokság munkatársait két nap leforgása alatt 11 káresethez riasztották. Ennek a túlnyomó többsége nagy kiterjedésű száraz fűtűz volt. Ezek Ózd környékén keletkeztek, helyenként 8-10-15 hektárt is érintett a tűz. A kollégáim kézi szerszámokkal tudnak ilyen esetekben beavatkozni, ami esetenként akár több órás megfeszített munkát is jelent. Emellett több műszaki mentés volt, ezek jellemzően behatolások, eltűnt személyi keresése, illetve közúti baleset volt. Tőkés Tamás azt is elmondta, hogy a káresetek során személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi és eszmei kár viszonylag nagy.
A balesetek jelentős része emberi mulasztás, illetve figyelmetlenség eredménye. A rendőrség munkatársai sem unatkoztak az elmúlt napokban, hiszen több mint 100 alkalommal kellett intézkedniük. Bolti lopásokhoz, online csalásokhoz, különböző közlekedési kihágásokhoz, általános igazoltatásokhoz, illetve kollégáim péntek éjszaka elfogták és előállították azt a szemét, aki napok óta Ózd város körforgalmaiban driftelni szokott. Gépjárművéről a rendszámot elvették, ő pedig előállították az ózdi rendőrkapitányságra. A tanév kezdetével a város útjain megnövekedett a forgalom. A balesetek elkerülésének érdekében a rendőrség munkatársai felhívják a lakosság figyelmét a közlekedési szabályok betartására. Véget ért a nyár, az őszbe köszöntével pedig megváltoznak a közlekedési viszonyok is. Egyre többször válik csapadékossá, csúszóssá az úttest, ezért nem mindegy, hogyan választjuk meg a sebességet és a követési távolságot. Mielőtt útnak indulunk, érdemes ellenőrizni a gumiabroncsok és ablaktörlők állapotát, valamint feltölteni a szélvédő mosót is. Megérkezett az ősz, egyre több csapadék hullik, így az útviszonyok is megváltoznak. A napokban számos fotó került fel az egyik közösségi oldalra, ahol a gépjármű megcsúszott a nedves úttesten és balesetet szenvedett. Ezek egy része városunk közelében lévő szerpentines szakaszokon történtek. Fontos, hogy felkészüljünk a vizessé vált aszfalton való közlekedésre, és ennek megfelelően válasszuk meg a sebességünket. Megváltoztatni a menet dinamikát. Tehát nem ugyanaz a tempóval szabad bemenni most egy kanyarba, mint pár nappal ezelőtt a száraz úton. Tudni kell azt, hogy a nedves út, főleg az esőzés kezdetén lényegesen csúszósabb, ugye amikor még a port nem mossa le az eső az útról, akkor egy ilyen nyálkásabb réteg alakul ki. Tehát itt is változtatna a dinamikán, óvatosabban azt mondjuk, hogy a vezetőnek mindig legyen tartaléka időből, térből, energiából, meg nyilván tapadásból is. Az őszi, borús időben még inkább érvényesül a látni és látszani elv fontossága. A modern autókban lévő nappali menetfény sok esetben már nem elegendő, hiszen ekkora a kocsi hátsó részén nem kapcsolódik fel a fényszóró. Ködös, párás időben pedig nehezen lehet észrevenni a forgalomban haladó, nem megfelelően kivilágított gépjárművet. Mindenképpen felhívnám figyelmet a fényszóróknak a használatára, illetve azoknak a helyes beállítására, hogy jó szögben világítsanak, illetve fontosnak tartom a szélvédő mosófolyadékoknak a szintjének az ellenőrzését, illetve nyilván, hogyha kifogyott, akkor azoknak a feltöltését, illetve fontos szerintem, hogy az ablaktörlő lapátokat is ellenőrizzük, hogyha esetlegesen már nem jól töröl vagy szakadt a gumi, akkor azokat ki kell cserélni. Mindezek mellett nem árt, ha jó állapotú gumi van felszerelve a kocsira. A megfelelő mélységű barázdákkal ellátott abroncs segíti az autó tapadását akkor is, ha nedves úton közlekedünk. A legfontosabb azonban az, hogy körültekintően és óvatosan vezessünk, hiszen mindenkit hazavárnak. Újabb romos házbontását kezdték meg ma a Dózsa-György úton. Az intézkedést a település képvédelmi rendeletnek köszönhetően hajtották végre. Az ingatlan tulajdonosának holléte ismeretlen, így az ügyet végül átadták az adóhatóságnak. A település képi kötelezési eljárás során megállapították, hogy az ingatlan omlás és baleset veszélyes. A megbízott szakemberek először a falakat döntötték le, majd elszállították a törmeléket a területről. Fontos hangsúlyozni, hogy bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal most kifizeti a bontás költségét, ez az összeg azonban a tulajdonos terheli. Eljött a szarvasbőgés ideje, harsognak az erdők. Augusztus végétől szeptember végéig tart a nász időszaka. Az erdőjárás idején fokozottan figyelni kell, mert a párzási periódus során a vadak sokkal izgatottabbak, mint az év más időszakában. Ezért ilyenkor bizonyos területeken korlátozzák az erdőlátogatást. Az utakon is vigyázzunk, mert veszélyforrást jelenthetnek a nagyvadak. Leginkább az esti vagy a hajnali órákban hallhatjuk a szarvasok bőgését, mely az időjárástól és földrajzi viszonyoktól függően augusztus végétől szeptember végéig tart.
A szarvasbika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és jelzés a többi bikának arról, hogy ki a hárem ura. Szeptembert írunk, amikor is megkezdődött a gémszarvasok párzási időszaka, a bőgés. Ebben az időszakban a gémszarvas bikák bőgése töri meg az erdő csendjét, leginkább a kora estétől a kora reggeli terjedő időszakban, nem ritka viszont, hogy napközben is lehet őket hallani. Ilyenkor a szarvasok aktívabbá és figyelmetlenebbeké is válnak, a bikákkal, illetve a tarvadakkal is gyakrabban lehet találkozni. A bikák próbálják a háremet őrizni, illetve terelgetni, valamint a teritoriumokat is megvédeni. Az úton lévő gépjárművezetőknek figyelmesebben, körültekintőbben kell az erdős részeken, illetve a mezőgazdasági területek közelében vezetniük, mivel bármikor elénk is léphetnek az úttesten. A szarvasbikák folyamatosan figyelnek és vigyáznak a tehenekre, így egyszerre több egyeddel is találkozhatunk. Az erdős szakaszokon fokozottan lehet számítani a nagyvadak megjelenésére, de a kertekben is előfordulhatnak. Az utakon nagyon kell vigyáznunk a balesetek elkerülése érdekében, mert a szarvasok viselkedése kiszámíthatatlan, hirtelen megugorhatnak, vagy irányt változtathatnak. Palotai István, autós iskola vezető azt mondja, a vadriasztó a legalkalmasabb arra, hogy távol tartsuk a vadakat az autóinktól. Vaddal való ütközés elkerülésére célszerű a gépkocsira felszereltetni egy vadriasztót, és ha közlekedünk, és van közúti jelzőtábla, akkor csökkentsük a sebességet, hogy elkerüljük az esetleges ütközést. Ha mégis kiugrik elibénk az állat, akkor ezt az ütközést úgy tudjuk elkerülni, hogy nem balra kerüljük ki a kiugrott állatot, hanem mögötte próbálunk elhaladni, mert mindenki ösztönösen balra rántja el a kormányt, és az állat ugye az út másik oldalára kíván átmenni, tehát mögötte elhaladni, intenzíven fékezni és hangjelzést adni. Általában így lehet elkerülni a vaddal való ütközést. Ha mégis megtörténik a baj, az elütött vadhoz nem szabad hozzányúlni, mert ha még nem múlt ki, akkor harapásával, rúgásával vagy hegyes agancsával súlyos sérüléseket okozhat. Holnap véradásra várják az ózdiakat a civil házba. Az eseményt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete rendezi. A segíteni szándékozók szerdán délelőtt 10 órától délután 3 óráig jelenhetnek meg a helyszínen. A szervezők mindenkit várnak, aki egészségesnek érzi magát. A beavatkozáshoz a szokásoknak megfelelően személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Egy véradással 3 ember életét menthetik meg, hiszen 3 fajta vérkészítményt állítanak elő a levett vérből. Ez a vörös vérsejt koncentrátuma, trombocita koncentrátum és a friss fagyasztott plazma. A Magyar Vöröskereszt Véradás telefonos applikációján keresztül bárki tájékozódhat többek között a hozzá legközelebb lévő helyszínről, vagy a kedvenc helyszínén tartott akció következő időpontjáról. Híradunk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Korszerűsítik az ivóvíz gerinc és bekötő vezeték hálózatot az ivúton. Az ERV ZRT szakemberei már hozzáláttak a munkálatokhoz, a csövek állapota indokolta a cserét. 100-nál több helyre riasztották a tűzoltókat és a rendőrséget az elmúlt napokban. A káresetek során személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi és eszmei kár nagy. Az ősz beköszöntével a csúszós útnak megfelelően válasszuk meg a közlekedési sebességet, ellenőrizzük a gumiabroncsok és ablaktörlők állapotát is, mielőtt elindulunk. Eljött a szarvasbőgés ideje. Augusztus végétől szeptember végéig tartaná az időszaka. Az utakon vigyázzunk, mert veszélyforrást jelenthetnek a nagyvadak. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Szerdán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat kisebb futózápor. A légmozgás több helyen megélénkül, a hőmérséklet 10 és 25 fok körül alakul. Ma is igyekeztünk megmutatni mindent, amit csak lehet a város életéből. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei.
A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradunk után Kaleidoszkóp című kulturális magazinunk következik, melyben szó lesz az anyalánya kiállításról, illetve Fodor Alexandra és Balogh Zoltán mesél a Szabad Szombat Tánc Együttes külföldi sikereiről. Utolsó összeállításunkban a bányászok előtt tisztelgünk. Pálfi Csilla már várja Önöket. Friss hírekkel legközelebb, szerdán este 7-kor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, legyen szép estéjük, viszontlátásra!